Jó estét kívánok, újra jelentkezünk a Boomer lázadással, egy újabb nagyon érdekes vendéggel és egy nagyon érdekes témával, hiszen a magyarok őstörténetéről fogunk beszélgetni, Grand Pierre Attillával, íróval, csillagásszal, zenésszel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Aki pedig a hű kérdezőtársam, továbbra is Tefka István, a Pesti TV programigazgató helyettese. Szervusz István! Szervusz, és mindenkinek jó estét! Ököm, azt hiszem, hogy... Könyvtárnyi irodalom van, a magyar honfoglalásról, a magyar őstörténetről, ilyen-olyan, és mégis úgy érzem, hogy talán ezek a könyvek, amelyeket most Grand Attila elhozott ide hozzánk, a Sejemút őstörténete és a magyarság szerepe Eurá Eurázsiában, aztán az ősi Magyarország, a Kárpát-medence és a Sejemút népeinek felemelkedése, és itt van ugye az ősgeszta, az a tarihi üngörűsz, a magyarok ősgesztája, és hát én ezt végig lapoztam, olvastam, nem mondanám, hogy minden sorát, de nagyon nagy izgalommal és élvezettel, és itt van egy dolog, ami, ami kiemelkedő, és ezen mindig is beszélgettünk, én is magyar történelem szakon végeztem, és a történész régész professzorom László Gyula volt, ugye, aki megfogalmazta a kettős honfoglalás történetét. És máig érezni az, hogy nem akarják, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk hová tartunk. Azt talán tudjuk, hogy hová tartunk, de hogy honnan jöttünk, azt nem. És itt van egy nagyon érdekes ö, ö, megjegyzés, hogy Grand Pierre K. Endre az ön édesapja két nagyhatású ismertetőt tett közzé arról, hogy a tarihi üngürüst nem lehet tovább elhallgatni. Korlátozott példányszamban kiadták, de egy hamisítással felérő torzított változatban, amelyekbe a fordító belemert, mert ahogy mondta, erőltették, nem tehettem mást. Mi van itt? És kérdezöm. kérdezem. Igen, a, van egy nép Európa közepén, a magyar nép, és a székely, hogy két népet említsek, mert ez két önálló nép, a székelyeknek ugye önálló intézményrendszerük volt a, a jó sokáig, egész a középkor néhány száz évvel ezelőtt még sok mindent őriztek belőle, talán még ma is. És ez a két nép olyan nép, a, amelyik az őstörténelemben a legdicsőségesebb nép volt. Az egész földkerekségen erről a népről énekelték a dicsőítő énekeket. Köztudomású volt a világ népei körében, hogy a szkíták, a, a magyarok, a hunok azok egy nép, és a szkíták a hunok a világ, és a magyarok a világ legvitézebb, legdicsőségesebb, és legnagyobb műveltségű és legősibb népe. Ez köztudomású volt, úgyhogy amikor Árpád népe, a, ahogy a krónikánk írják, a Perzsiából, Evilát földjéről visszajöttek Magyarországra, visszajöttek a Kárpát-medencébe, akkor itt egy velük azonos nyelvet, nyelven beszélő, azonos műveltségű, azonos népdalokat éneklő népet, néppel találkoztak, ők hívták be az itthoni ős, őshonos nép hívta. Ugye szlovák be nyelven népét. beszélő népekről beszélnek, avarokról, ugye ez a, a mi hivatalos történet tudományunk. Igen, a mi hivatalos történet tudományunk az egy olyan 150-170 éve kisiklott az 1848-49-es szabadságharcban, bebizonyosodott, hogy ez a nép, amelyik képes volt az Európa összesített haderejét legyőzni a pozsonyi csatában, 907-ben, és amelyik a, a világ legnagyobb katonai erőit, hadseregeit legyőzte, például a törököket is sikerült megállítani az óriási véráldozattal a Kárpát-medencében, és így úgymond megvédtük a nyugatot, aki, de ez a nyugattól soha semmi különösebben semmi ellentételezést nem kaptunk, csak rosszat, rosszat és rosszat, ahogy ez kiderül Zrínyi életéből, és nagyon sok, ezek, a, a tárhi üngörűsz fölhívja a figyelmet arra, hogy egy olyan népről van szó, amelyik Nimrodtól, tól a Nemród őskirálytól származik, tehát Nemród az egy magyar király volt, és hát nem ród a világtörténelemnek, a, az ősi világtörténelemnek a legjelesebb szereplője, ugye nem ród alapította, nem a mezopotámiai műveltséget, és ebben a, a, a Magyar Menedék Ház fölkért arra, hogy írja meg a bevezető tanulmányt ehhez a Tári Hüngürüznek az, az első hiteles változatának a megjelenéséhez, mert ez az első hiteles változat, ez nálam volt egyedül elérhető, mert édesapámtól én örököltem, mert édesapám megkapta azt a fordítást, amit Blaskovics József fordította vissza, ezt a Tárihi Ingurusz török nevű krónikát, aminek ez a Tárihi Ingurusz megőrzi a nevét, azt jelenti, hogy a, a magyarok története, és ez török nyelven maradt fönt, Székesfehérvár amikor a török elfoglalta a királyi könyvtárat, akkor az a, a, azok a törökök, ugye, akik a török-magyar rokonságot, a hun török, a hun magyar rokonságot ismerik, és az Attila nép náluk is nagyon népszerű. Ugye ezek kíváncsiak voltak a magyar testvérnépnek az ős történelmére, hogy ami, ami, közös a hunok és a szkíták révén, és ezért abból a hatalmas királyi könyvtárból, aminek már akkor volt egy titkos részlege. Tehát ez a korvinákról van szó? Nem, nem, van egy, egy záról, volt egy zárolt osztály a, a Könyvtárban nem a kommunista időkben kezdődött ez, hanem sajnos több mint ezer éve. Ugye a Szent István alatt már ez a könyv, a tárgyhűngűrűs minden bizonyjal, amennyire ki lehet nyomozni, a zárolt részlegbe került, tehát nem, kerül, nem, nem kerülhetett be a köztudatba. És itt átvészelte, a török hódításig átvészelte azt a pár évszázadot, és itt a törökök pedig, ahogy a magyar őstörténelemről szerettek volna képet alkotni, kiválasztották, mint, az a, mint, azt a könyvet, ami a legnagyobb betekintést adja a magyar őstörténelembe, amelyik a leghitelesebb, legalaposabb, és ez volt az a magyar őskronika, ami nem tudjuk, hogy mi volt a magyar neve, mert a török neve maradt fent. Az ősgesztákra térjünk át egy picit, hogyan és kik találták meg őket? Ezt a, a Tarik ősgesztát Vámbéri Ármin, turkológus találta meg, találta meg Konstantinápolyban 1859-ben, és átadta a Magyar Tudományos Akadémiának, és úgy azzal a kísérő szöveggel, hogy élete legnagyobb szerencséjének tudja, hogy ezt a könyvet átadhatja az akadémia könyvtárnak. Itt már akkor javában dúlt, a, leverték, ugye a, nem tudták az osztrákok legyőzni a magyarokat, és ezért behívták az oroszokat, hogy csak orosz segédlettel tudták legyőzni a, a, leverni a magyar szabadságharcot, és levonták ebből a tanulságot, hogy a magyarságot úgy látszik ezer éve nem sikerült úgy ö, átalakítani, hogy kiölni belőlünk a magyarságtudatot, és ez a magyarságtudat, ami a világ legdicsőségesebb, legnagyszerűbb, legnagyobb műveltségű, legjobban megbecsült népéhez kötötte a magyarságot, ezt, az ő, ezt a, a magyar öntudatot, Eldöntötték, hogy meg fogják szüntetni. Ez a titkos diplomáciát ezt nem, nem, nem verték nagy dobra, ez a titkos diplomáciában döntetett el, bevezették a honfoglalás kifejezést, ami egy gyilkos szó a, 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 az, az a saját, amikor a szánkba adják ezt a szót, ezzel azt mondja ki, aki ezt kimondja, hogy a magyarság itt nem idegen ezen, vagy itt idegen ezen a tájon, erőszakkal jött ide be, erőszakkal foglalt el másnak a jogos tulajdonát. Tehát gyakorlatilag ugye azért tudjuk a történelemből, a kalandozások, tehát úgy állították be a magyarokat. Ez a kalandozások, ez a másik ilyen Tehát ezek mind, a, gyilkos, erőszakos nép, holott mindenki már tudja, én már László Gyula könyveiből is, hogy ez egy nagyon művelt, egy, egy rettentően felkészült és akár a, a mezőgazdaságban, a kultúrában nagyon művelt nép volt. Tehát messze előre haladva a nyugati e, államokat. Tehát itt azért beszéljünk arról ugye, hogy a, tehát az önazonosság tudatot akarták e, eltiporni, megseimisíteni. Ez máig egyébként nem sikerült, ez csak úgy igen. még egy mellékmondatban. De azért vannak eredmények. Vannak eredmények, igen. Akkor térjünk vissza, hogy ugye Vámbéri Árimin elhozza a Magyar Tudományos Akadémiára ezt a kéziratot, igen. ezt a török nyelvű kéziratot, amit aztán ugye lefordítanak, amit ugye emletett az a Blaskovics úr. Miért utasították el, tehát ez osztrák sugallatra hogy nem lehet, hogy a magyarok megtudják az igazat a, a, múltjukról? Itt ugye titkos erőkről van szó, ugye édesapám titokfejtőnek nevezték el, mert olyan titkokba ütközött lépten nyomon, amiket úgy inkább ki lehet következtetni, de nincsenek a köztudatban, és nem hagytak nyomó, írásos nyomot maguk után. Budenc Józsefet hogy ő vállalta, hogy ismertetőt ír erről a Tári Hingrűsz nevű krónikáról, és ebben azt írta, hogy ez a magyar őstörténelem számára nagyon fontos mű. Látszólag ugye ez azt jelenti, mivel ő volt akkor a totum faktum, az azt jelenti, hogy akkor mellé állt a korabeli totum faktum, tehát akkor meg, megjelent a könyv. Nem jelent meg. Hogy miért? Titok. Titokban maradt. Tehát ő úgy csinált, mint aki mellé áll, mint aki Elfogadja persze azt, hozzátette, hogy hogy olyan mesék vannak benne, meséknek minősítette azt, hogy a... A legőségeket, a, 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 tehát a krónikákat... A, 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 hiteles... a magyarok nemrótól származását, hunor és Magor mondáját, ezeket egyszerűen csak mesének nevezte, minősítette, minden indokolás nélkül. De magát a, művet, a műnek a történelmi jelentőségét elismerte, de elmaradt a következő lépés. Ugye, hogyha bármelyik más népnek előkerül egy ősgestálya, akkor azt a valakit, aki ezt előszedi, azt a legnagyobb megbecsülés övezi, és hát mindent megtesznek érte, hogy bekerüljön a köztudatba. De, de itt a Nálunk az a Nálunk az akadémia alelnöke. ugye, ö, érdekes dolgot jegyzett meg, hogy miért nem adhatják ki ezt az eredeti ősgesztát, hogy lehamisított ősgesztát olvassanak a magyarok? A Blaskovics József Prágában, csak Prágában talált, csak külföldön találtak olyan turkológust, aki vállalta ennek a lefordítását, mert Magyarországon, ugye ez inkább csak népben volt magyar ez az ország, a hatalom legalábbis nem volt magyar, érzésű, és külföldön a prágai e, turkológiai tanszék vezetője, Blasko, dr. Blaskovics József vállalt el ennek a, a, műnek a magyarra fordítását, és legépelte e, tíz példányban, ilyen átütő papírra, mert akkor még ugye így lehetett az írógépen e, a legnagyobb példányszámot számot elérni, és ezt a tíz példányt elküldte a neves magyar kutatóknak, többek között László Gyulának is, és másoknak is azzal, hogy álljanak mellé, hogy jelenjen meg ez a könyv végre, magyar őskrónika, jelenjen meg magyarul. Édesapám volt az egyetlen, aki mellé állt ennek a, a hogy, hogy megjelenteti ezt a művet, és fölkeresték, ték Ligeti Lajost, a, aki turkológus, és a, a, abban a korban, ugye a, a 70-es évek végén, 80 as évek elején a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke volt. Tehát ő volt a legilletékesebb abban, hogy döntsön, hogy... Mi a helyzet? Fölkeresték. És amikor a Ligeti Lajos felajánlotta, hogy édesapám művét és műveit kiadják, és nem lesz vele gond, sikeres, nagy, nagy példányszámban eladott mű szerző lesz, akkor édesapám mondta, hogy nincs alkú. Ő nem azért jött, hogy a saját pályafutását egyengesse, hanem a magyar nép nevében, a magyar nép számára egy. egy döntő fontosságú krónikát, ez egy nemzeti ügy, ezt ki kell adni. És erre Ligeti Lajos egy káromkodással válaszolt, amikor megértette, hogy nem tágítanak attól, hogy ezt a könyvet ki kell adni, akkor azt üvöltötte feléjük, ugye, hogy ne akarjanak engem, ez pont, 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 ugye nem így mondta, de nem szalonképes a szó, os, vödörbe dugni. Ő volt a korabeli tótum faktum, ugye a Ligeti Lajos, a Magyar Tudomás Akadémia alelnöke. De most azt, mond, És ő úgy érezte, hogy, hogy, hogy ha ezt megteszi, akkor ő neki annyi, akkor neki vége. Hát akkor ezek szerint az a kevés, hogy az az egyetlen egy ember volt, édesapád, aki nemet mondott a hamisításra, akkor eléggé szörnyű belegondolni abba, hogy azok a művek, akár a magyar nemzet története, ugye, Szilágyi Sándor szerkesztésében nagy, történészek írt oda május szellemértől kezdve, nagyon sok ember, akkor ez minden igaz. Tehát legalábbis ami a honfoglalással kapcsolatos, illetve nem honfoglalásról, most már én is akkor azt mondom a magyar eredetről. Igen. Mert itt nem avarok voltak és szlávok, hanem magyarok voltak, ősmagyarok voltak, amikor visszajöttek árpádék. Igen. Tehát Igen. akkor ez, ez a mondod, hogy akkor ez, ez a magyar történelem, ezt át kellene írni, vagy vagy hogy, hogy gondolod ezt? Igen, hát a magyar krónikákat figyelembe kellene venni. A magyar krónikákban soha nem szerepel ez a magyar gyilkos kifejezés, hogy honfoglalás. A magyar krónikák mindig arról írnak, hogy hazajövetel, visszajövetel. Igen, tényleg. Minden krónika. Egy, egy ezt 1848-49 körül találták ki, a titkos, dip, korabeli titkos diplomácia, ez egy titkos, hogy mondjam, rendkívül aljas ügy. De mondd meg akkor, miért vonul végig ez, a, ez az akarat, az osztrákoknak ez a kamarilla politikája, ez a tulajdonképpen egy óriási gazemberség, hogy a magyarok tudatát elvegyék. Igen. Ez miért vonul egészen máig? Európa közepén egy népnek elvenni a nemzeti öntudatát. Hát ez egy olyan merénylet, ugye, amit Hát egy, hogy mondjam, egy, egy kultúrnép, vagy kultúr, úgy, úgynevezett kultúrnépek Európa közepén ezt nem szabadna, hogy ilyen előforduljon. Kirívó és felháborító, hogy mondjam, égbe kiáltó bűn egy nép ellen. Maga az a törekvés, hogy meghamisítsák. De, egy de nép ma nép, nem ugyanolyan nem. okok vezetik a magyar tudományos akadémiát, kutatókat, hogy ennek ne adjanak ezeknek a könyveknek hitelt, hogy... Megdöbbentő, hogy, hogy ugye 1859-től kezdve, ugye amikor hazahozta Ván Ármin ezt a krónikát, eltelt 120 év addig, ameddig nem... Hiába közben volt hatalomváltás, nem is egy, hanem több. Ugye közben itt volt a két világháború közötti, volt a dualizmus, a kiegyezés kora, volt a két világháború közötti Magyarország, jöttek a szovjetek, egyetlen egy hatalomnak saját módjában, ugye, hogy Ligeti Lajos kifejezésével, mert ők, nekik annyi lett volna, hogyha ez Van ott, mög mögött, e van egy olyan titkos erő, ugye, amit nem lehet tudni, hogy, hogy mi az az erő, ami nyilván intézményesített. Jó, de ez, ez olyan az emberek számára, hogy ez egy ilyen kitaláció, vagy spekuláció, hiszen már az önmagában is nem az, hogy riasztó, de nagyon izgalmas, hogy azt mondod, hogy mezopotámiából, euh, mezopotámiával vagyunk, azoknak a népekkel vagyunk rokonságban. Nem csak azok, a, igen. Nem csak azok. hát ez egy nagyon euh, mély... Na de ezeknek hol vannak az írásos a bizonyítékai? Ebbe az a üngörűzbe? Én százoldalas bevezető tanulmányt írtam, és a, az ókori történeti íróktól, korabeli forrásokból igyekeztem meríteni, és amikor találtam már 10 tizen... az, hogy, hogy fölmerült az a kérdés, hogy nem ród, hogyha ezt írja a krónika, hogy nem ród, és az ő, vele Nem ród, kinek történt. volt a, a királya? Mezopotámia. Mezopotámia. És annak Úrváraszám. a rokonságát vezeti le, tehát egészen magyarokig. Igen. Igen. Mert tehát mondjuk ő... az, az Attila hung királyjal való rokonság az, az mondjuk sokan azt mondják, hogy ez, ez így rendben is van, hiszen az egész legenda, a hun ö, magyar legenda, ez minden erős szó, tehát ez, ez csak ugye azok tagadják, főként ugye láttam egy nyugati filmet Attila királyról, a magyarokról nagyon nem esett szó, és az is érdekes, hogy miért ők csinálták meg ezt a filmet, miért nem a magyarok? Igen, ez egy rendkívül mély kérdés. Én végül is találtam sok-sok arra utaló jelet, hogy nem ród valóban élt, de, és kirajzolódott, hogy mikor és hol, ugye, Mezopotámiában, úrváros, úrvárosában, időszámításunk előtt 3000 körül, és addig azonban úgy éreztem, hogy ezt, ezek a valószínűsítő nyomokból hiába van sok, mégis talán ahhoz képest, hogy milyen jelentős ez a felfedezés, vagy hogy ez, ez, maga ez, hogy eldöntsük, hogy nem ród tényleg élt, valóságos történelmi szerepe volt-e, vagy nem, hogy ezt csak úgy lehet eldönteni, hogy a korabeli és helybeli bizony, írásos bizonyítékot találunk. És elkezdtem keresni a korabeli, tehát nem ród korabeli, négy ezer éves helybeli dokumentumokat. És a csoda az, hogy találtam. Hm. Találtam egy olyan sumér eh, dokument, írásos dokumentumot, Amiről pontos, tudni száz év pontossággal, hogy időszámításunk előtt 2102 és 2004 között íródott, ez volt az úgynevezett Sumer Reneszánsz kora, és ekkor összegyűjtötték a saját őstörténelmükről a legfontosabb bizonyítékokat, és megírták. És ebben egyértelműen szerepel egy olyan király, aki, akihez fűződik a mezopotámiai civilizáció megalapítása, akihez fűződik a torony építése, akinek a kora után jött a nyelvek összezavarodása, és gyakorlatilag minden, amit Nemrodról, Nimrod őskirályról tudunk, minden egy, ehhez a bizonyos királyhoz fűződik. És ezt a királyt megírja ez a, a Nmerkár és Aratta Ura nevű sumér eposz. Elérhető a világhálón. És ebben az Enmerkar az a főszereplő, ugye, a, és az ő nevének a mással hangzóik a, ugye, azok a meghatározók, a hangzók és NMR. m r k r nem, nem ród, nem ere, király. N-M-R, m n m -E 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 -R -R. És akkor még, ez, még a neve is nagyon, a nevének a hangzói is meg És ez elhúzódik egész a magyarokhoz. ez az, az, az n m király, 5000 évvel ezelőtt élt, ugye Mezopotámiában, és ez, nem azt jelenti, hogy kizárólag Mezopotámiában éltek magyarok, hanem azt jelenti, hogy ott is éltek magyarok. Abban a korban a szkítia volt a világ legnagyobb országa, és a vallás volt a legelterjedtebb, ahogy megírják, közelök ókori források, a legelterjedtebb a világon. A szkíta vallás volt a torony építése előtt. Hamarosan innen folytatjuk, elmegyünk egy rövid szünetre ha a mai bumerlázadást Grampier Attillával és Stefka Istvánnal. És vendégemhez fordulva, akkor a második résznek az első felében az lenne a fő kérdésem, hogy hogyan kerültek akkor a magyarok a Kárpát-medencébe, és mikor? Igen, a Hérodasznál található egy Skita eredet, mondta, több is. Az egyik azt mondja, hogy ö, ö, még akkor az a, akkori néptelen névtelen tájon, jelentek meg a, magyar, a szkíták magyarok. Hargita, Hargitaosz királynak nevezi a korabeli magyar királyt, és az azt jelenti, hogy még ember nem lakta, vidéken jelent meg először, tehát őshonos ez a nép. A szkíta eredetmonda szerint őshonosak vagyunk, az emberiség ősnépéről legalábbis az egyik ősnépéről van szó, ami nem zárja ki, hogy máshol más ősnépek is Éltek a Kárpát-medence ős az a magyar. Szkíta, Hun, magyar nép. A Szkíta, Hun és a magyar, az csak különböző nevek, ugyanannak a népnek az elnevezésére, mert különböző korban és különböző népeknél. Ugye a Szkíta, az a görögöknél maradt fönt ez, a, ez az elnevezés. Közép-Ázsiában Szakának nevezték, a kínaiak Hunnak nevezték, és ez a nép magát magyar népnek nevezte. De az Üngürüs, ugye az a hungárusz népnév, ennek mi az eredete? Ez az üngősz, ez a, a magyar népnévnek a török változtat. A törökök így, hívta, így hívják a magyarokat, így fordítják törökre. Tehát volt ennek a tári üngősznek, volt egy magyar eredetie, és nyilván az volt a, a címe, hogy a magyarok története. És ezt, amikor a magyarok története című magyar krónikát megtalálták a törökök a székesfehérvári királyi könyvtárnak az átrészlegében, akkor leford eldöntötte a szultán, hogy a Terzsumán Mahmud, török fordít, török-magyar, úgy, aki janocsárként magyar földről került a, a szultán fogságába, hogy ezt fordítsa le törökre, és amikor ezt lefordította, akkor a címet, hogy a magyarok története, azt törökre úgy ültette át, hogy Táriki Üngürüs. És ez rajta ragadt ezen a könyvön, hiszen mi a török forrásból ismerjük, mert a magyar eredeti eltűnt, és ez a magyar eredeti minden bizony a rovás íródott még valamikor, amit aztán, mivel ugye a rovásírást el ki, kellett írtani, amikor a nyugati zálódás elkezdődött, ugye Szent István alatt, illetve Géza és Szent István alatt, akkor arra az egész múltunkat, múltunkban beállt egy gyökeres fordulat, nyugati uralom alá kerültünk, és a kereszténységre térítés ürügye alatt, és ekkor le kellett fordítani minden bizonyal ahhoz a rovásírásról latin betűkre, hogy egyáltalán még az árolt részlegben is fönnmaradhasson. Jó, de ez mind nagyon szép, de ugye azt valljuk, hogy az államalapítás, ugye az ténykérdés, hogy Szent István nevéhez, illetve elődei nevéhez üződik, Géza fejedelemhez az államalapítás. Ez nem. Ez nem ténykérdés. ténykérdés, hogy a hunoknak, tehát az egész világ tudja, hogy a hunoknak olyan fejlett állam alkotó képességük volt, és államaik voltak, ami sen, nincs komoly történet. Na de akkor én, én inkább úgy mondanám, hogy akkor a keresztény államalapítás, hiszen Igen, sokan le, úgy le. vélik, hogy ha nem alapítja meg Szent István a keresztény államot, akkor ez a magyarság nem létezne. Hát ezt nagyon merész állítás, de hát... Na de hát egész Nyugat-Európa már akkor keresztény volt, tehát mit tehetünk mást? Egy pillanat. Abban a korban, az Árpád korában a magyar, nép, a magyar népnek a létszámát nem tudjuk, de minden bizony a jóval nagyobb volt, mint a korabeli nyugati népeknek a létszáma. Azt tudjuk, hogy még a, a, török idők alatt is a Magyarországnak a népessége, pedig akkor már 4 500 éve nyögtük a nyugati ö, megszállást, és ö, a török idők alatt is, ugye a Mátyás alatt is, akkora volt a magyar népesség létszám, mint a török, mint a, az angoloké vagy a franciáké. Tehát itt egy, 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 egy nagy hatalom volt Magyarország és ahogy az időben jö, közeledünk a ma felé, úgy zuhan Magyarország, a nyugat nem tett, nyugati nem tett jót Magyarországnak, ezek a tények. Jó, de az, csak az azért, -e azért azt is és azt, hogy, hozzá, hogy, nem azt nem jönnek, fűzzük, hogy azt is hogy... a törökök nem jönnek ide, nyugat, akkor, akkor fölvetődik a kérdés, akkor nyugat effektíve tudatosan engedte, hogy a törökök megszállják Magyarországot, legalábbis Magyarország egy részét. És közben ők is hogy pusztuljanak hát magyarok. a magyarok. Igen. Közben ők is megtettek mindent, hogy pusztuljanak a magyarok. Jó, de de az nem vitatható el, hiszen Lengyelország is fölveszi a kereszténységet, és számos más állam. Igen. Ennek jelentősége volt, mert ez egy összetartó erőt jelent. Kicsit kívül, hát hogy, hogy itt ez egy nagy kérdés, hogy az embernek van egy önazonassága, a népeknek is van egy önazonassága. Hogyha az én fiam tíz éves korában ö, otthagyná, a, megtagadná a családot, és azt mondja, hogy soha nem tartozott ehhez a családhoz, és fölvenne egy másik önazonosságot, attól még az eredeti önazonossága az, ami számít. Ugye? És az akkor az egészséges lélekhez, az egészséges szellemiséghez, a töretlen, az ép lélekhez hozzátartozik, hogy az ember nem kerül szembe, homlok egyenes a saját múltjával. És hogyha volt egy olyan magyar önazonosság, amilyen volt, és amit, ki lehet mutatni, volt egy magyar ősvallás. A kereszténységre térítés az nem a lelkiismereti szabadság jegyében történt, és nem a keresztény szeretet is és megbocsátás tudjuk, jegyében, ebben egyetértek veled, ugye... Hanem a, a magyar ősvallás a... Jó, de gondoljunk az inkvizícióra. És az eredeti orán... azonosságunk rendkívüli mértékben megroppant. Jó, de... Annyit... Tehát egész más lett volna Európa fejlődése, hogyha, és magyarság fejlődése, hogyha itt az a nagy létszámú nagy nép megőrzi a saját összetartó erejét, ugye, mert az önazonosság az az, ami összetartja az embert. Az idegen önazonosságra rá lehet fogni, hogy az jobban összetartja az embert, mint az eredeti, de ez nem igaz. Jó, de ez egy illúzió, azért azt be kell látnod, hogy hogyha ez a kereszténység, mint szerintem államalkotó, összetartó erő, akkor a középkerői Európában, ha ez nem történik meg, akkor bennünket egyesült erővel kiírtottak volna. Megfobalt, Próbálkozások voltak, így van, nem sikerült. Tehát ennet mondanak a tények ennek, de... Így van, de, de, most de el... én értem, értem. mégis ugye fönnmaradt ez az unazonosság, akár csak vegyük ugye az 1848-49-es szabadságharcot, ahol a magyar nép ö, 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 hogy mondjam, az idegen zsarnokság ellen felkelt. Igen. És ezt többször megismételte, ugye legutóbb 1956-ban. Szintén a világ korabeli világ legerősebb Így van. Tehát ez egy, ez, ez egy, folyamat, tehát ez egy, de mégis térjünk vissza. Akkor ez a magyar nyelv, mert ez egy különleges nyelv, semmivel nem rokon, se az indogermánnal, se a szláv ö, ö, nyelvekkel, nincs rokonságba, a latin, semmi. Akkor ez, ez honnan van? Szóval azért van, nagyon sok mindenben igazad, mert valahogy ez a különleges egyedi nyelv, ez, ez, itt van, él, létezik, és csodálatos dolgokat lehet vele elmondani. Igen. Hát erről ugye a, a magyarok mindig úgy gondolták, hogy ahogy, és az így volt egészen a úgynevezett finnugó rokonság elmélet kitalálásáig, ami szintén 1848-49 után intézményesítettek Magyarországon. És ennek tudható be az, hogy ma már a magyar lakosságnak talán a 40-50 a elfogadja ezt a, a hivatalos nézetet, a finnugor nyelvrokonságot. Magában ebben a rokonságban azt kell mondani, hogy, hogy ha nem is rokonság, de hasonlóság, vagy nyelvészeti, nyelv ö, ö, nyelvészeti Hasonlóság az van, hogy aztán a család. Igen, de én tanultam bárci Igen. nyelvész professzornak a, a könyvéből, ugye az a, ős, a, hogy mondjam, gyökérszavak azok az alapszavak, a kéz, meg a fej, meg stb., ami, Igen. ami kicsit hasonlít valóban Igen. A, a finugor nyelvhez, de, de egyre több olyan kétkedés nem csak a te könyvedben, hanem máshol is, hogy igazából nekünk nem rokonunk a, a finnek, sőt a finnek is most már úgy nyilatkoznak, hogy igazából nem vagyok rokonnép. Igen, ez 10-20 évvel ezelőtt volt néhány hangja ennek a nézetnek. Én alaposabban utána néztem az ősi Magyarország és a Sejemút őstörténete című könyvemben 11 tudomány segítségével, köztük a nyelvészet és a mai nyelvészetnek a legújabb eredményei alapján vizsgáltam meg a magyarok őstörténelmét, és ez a 11 tudomány egybevág, hogy a magyarságról az ősi Magyarország az a Kárpát-Perencétől a Csendes-óceánig, Közép-Ázsiáig, Észak-Indiáig terjedt. Ebbe beletartozik az a körzet is, a Volga-Káma körzete, ahová teszik a finnugor elméletnek a hívei a magyar őshazát. Tehát ott is voltunk. Ott is éltek magyarok, ott is éltek magyarok, az is egy fontos központja volt a magyarságnak, a sok közül, mint ma például Debrecen. De nem lehet azt mondani, hogy magyarok Debrecenből eredtek. Tehát attól, hogy még Debrecenben élnek magyarok, az nem jelenti azt, hogy csak ott élnek magyarok. Tehát ez, ezek, ilyen csúsztatások, ahogy a findukor egész Findugor elmélet ilyen csúsztatásokon alapszik. Hogy, Fogtak két olyan népet, ugye a hantikat és a mansikat, vogulókat, osztyákokat, akikre ráfogták, hogy hogy a magyarok ott éltek, ahol a vogulók és az osztyákok, ugye, és aki, akikre ráfogták azt, hogy ők ugor népek, miközben ők magukat nem ugornak, hanem jugra népnek nevezik, mind a mai napig. És ez a jugra és az ugor hasonlónak tűnik, ugye, de két teljesen különböző népet akar. Tudni, hogy az ugor népeket abban a korban, ugye Ké, ezer, né, ezer néhány száz évvel ezelőtt a, a, a Hun népekre alkalmazták, és akkor így ezzel a nyelvészeti trükkel áthelyezték, úgymond képzelet, az ő képzeletükben a magyar őshazát arra a szűk vidékre, ahol, ahol nagyon műveletlen, nagyon kislétszámú népek éltek, és alá akarták rendelni ezzel a magyar öntudatot. Műveletlen, kislétszámú népek egyik ágának akarták föltüntetni a világ legnagyobb létszámú, legnagyobb műveltségű, legdicsőségesebb népének a nemzeti öntudatát. Ez, ez, ez a finnugol Elméletnek benne az a trükk, ami részletesen meg, megvizsgálom és kimutattam, minden forrást meg is adok, hogy a, a magyar nyelv, az a ski magyar nyelvcsaládhoz tartozik, és ez a ski Hun magyar nyelvcsalád, ez a Kárpát-medencétől a Csendes-óceánig az itt élő népeknek az első számú meghatározó nyelve volt. Hogy lehet az, hogy ez, amit ő most felvázolt, meg az ősgeszták, ez nem tananyag? Hát az, hogy nem tananyag, az, nem. az az azokat kellene megkérdezni, akik a tananyagok, tananyagok felől döntenek. Én úgy gondolom, hogy nem történt meg az a szembenézés, az a, az a tisztázásnak a szándék, hogy értsük meg, hogy kik vagyunk. Tisztázzuk a nemzeti öntudatunkat. De próbáljuk megérteni a legkorszerűbb módszerek, tudományok segítségével, hogy hogyan rakható össze egy olyan kép, amire rátehetjük a nyakunkat, amit, be, amit a tananyagba bevihetünk, mert tudjuk, hogy igaz. Nincs meg ez az igazmondásnak a szándékát, az, hogy valóban a teljes igazat elmondják, nem érzékelem igazán, mert az a tehetetlenség, ami az elmúlt 150 évben beleivódott a szóhasználaton keresztül, és sok egyéb, az egész szemléletünk meggyengült, megroppant, a nemzeti öntudatunk is meggyengült ennek következtében, és ezzel szembe kell nézni, hogy ha ez tovább így megy, az a magyarságnak a rovására megy. Jó, figyelj, itt azért azt érzem, és nagyon sok mindenben igazad van, hogy ugye a második világháború után, azzal, hogy a bolsevizmus került hatalomra, megpróbálták ezzel a szláv-orosz hatással gyengíteni a magyar identitástudatot ami tulajdonképpen be kell vallani, hogy nem sikerült azért úgy, ahogy gondolták, mert te is jártál még abban az időben iskolába, orosz nyelvet tanultunk. Azt kell mondanom, hogy akik orosz nyelvet tanultak, annak a 95%-a nem tanult meg oroszul, amely egyébként nem jó, de mégis ez volt egyfajta védekezés, egy önvédekezés, hogy ne Szlávosodjunk el. Tehát ez az egyik része a dolognak. A másik pedig azért itt látni kell, hogy mindaz, amit elmondasz, a mi liberálisaink, hát mondjuk nem is a miénk, mindegy, liberálisok nevetségesé teszik mindazt, mindazokat a gondolatokat, ami a magyar eredetről szól. És ez számtalan cikkben, Írásban lehet tapasztalni. Ez mit szólsz? Én úgy gondolom, hogy felháborító, hogyha egy népnek a nemzeti önérzetébe belegázolnak. Ugye ez nem lehet, ugye ez, ez se az emberi együttérzésnek is ellentmond, a tudománynak is ellentmond. Tehát, hogyha meg lenne a megfelelő öntudatunk és józan eszünk, akkor ezek talajtalanná válnának. Tehát ez is mutatja, hogy ezeknek van valamiféle talajuk. Ez azt jelenti, hogy már nagy baj van. És de lehet, hogy csak vékony réteg, de viszont lehet, hogy az értelmiségi elit, esetleg baliberális elit meghatározó személyiségei teszik nevetségesé minden, ami a múltunkról szól. Azt gondolom, hogy az önazonosságunkat jól meg tudjuk érteni, hogyha a családunknak az önazonosságát eh, eh, hoz hasonlítjuk. Tehát ahhoz, hogy egészséges ö, mederben folyanak a dolgok, arra, arra van szükség, hogy a családhoz tartozás, a családban jó légkör legyen, nem érgezze meg vala, ne tegye nevetségesé a családot valamelyik családtag minden nap, hanem ott, ott a, 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 a családnak megfelelően tiszteletben tartsák a, a családnak a jó érzését, és a, a család tudja élni a saját életét a saját medrében. Ugyanez a helyzet a nemzetes. A nemzet egy nagyobb család. Ugye a családoknak a szövetsége, ugye a családoknak a történelmi gyökerű egységes egésze. Ez, ez, hogyha ezt látjuk, akkor visszanyerhetjük azt a szellemi bátorságot, ami azt jelenti, ami ahhoz kell, hogy a teljes igazságot megértsük. Ma már lehetséges ez. Ugye én is megtettem a ma magamét azzal, hogy 11 tudományban megpróbáltam összefoglalni a legfontosabb eredményeket, és mivel nem, nem egyik sem a szakmám, mert csillagász vagyok, ezért fölkértem nagyon neves szakértőket, az adott tudományterületnek a legjelesebb szakértőit, hogy lektorálják a könyvemet, és ne azt nézzék, hogy én mit szeret, milyen nézetet képviselek, hanem az igazságot azt, amit ők igazság, igaznak tartanak. Most szerinted... Ö, és volt olyan fejezet, amit többször a... át kellett írjak azért, hogy végül is, és rá kellett jöjjek, hogy van, voltak sok olyan dolog volt, amit nem jól gondoltam. De nem az volt a cél, hogy az én eredeti elgondolásomat írjam meg, hanem az, hogy ennek a népnek segítsek tisztázni a nemzeti öntudat. Hát ez egy nagyon fontos dolog. Szerinted az ellenségeink írják a történelmünket? Sokan mondják ezt. Hát sajnos az a helyzet, hogy a modern világban a népeket egymás ellen úszítják, és próbálják ezt minél jobban ugye, kiélezni a nemzetek közötti ellentéteket. Én azt gondolom, hogy ennek a fordítottjára van szükség. Aki ilyesmit csinál, akik ilyesmit csinálnak, azok nem járnak jó úton, és előbb-utóbb ennek elmúlik az ideje, mert a, a történelem az igazából egy olyan bolygón zajlik, amit úgy nevezünk, hogy Föld. És az a Föld, ez a része a Világegyetemnek. És ez a Világegyetem él. Mint csillagász nyomába eredtem ennek, és kiterítettem, és meg vagyok győződve róla, hogy ez a Világegyetem él. És ebben a, az élő szervezetben a Föld az egy, a Földön az emberiség ennek a, ennek a kozmikus lénynek az agyközpontja. És hogyha ez beteg, mert áldatlan állapotok uralkodnak például a népeken belül és kívül, a népek között, ezt az agyközpontot, ez egy beteg az agyközpontként működik, ha nekünk lenne egy beteg agyközpontunk a szervezetünk is, de mi is igyekeznénk meggyógyítani. A világegyetemnek ez sikerülni fog, előbb-utóbb. Tehát rendbe fog jönni ez az agyközpont. A népek közötti viszonyok és a népeken belüli viszonyok rendbe fognak jönni hosszú távon előbb-utóbb, mert a világegyetem él és a világegyetem legyőzhetetlen. Hát optimista Ez nem optimizmus, ez egy érvelés. Ez egy, ez egy abból az alapvető tényből, hogy a világegyetem él, abból ez egyenesen következik és érthető módon. És hogyha ezt látjuk, erőt kapunk ahhoz, hogy szembenézzünk jobban a jelenünkkel, a múltunkkal, és hogy a valóságunk, és hogy a jövőnknek az építését a valóságra alapozzuk. Na most még egyet kérdeznék, nem akarok napi politizálni, de azért mégiscsak fontos dolog. Soha nem látott, illetve régen látott támadások folynak Magyarország ellen, Nyugat-Európából, Egyesült Államokból, innen belső hogy mondjam, a külföld szószólói támadják Magyarországot, le akarják járatni, meg akarják rendíteni a hitüket. Hogy látod azt, hogy most van remény, föl kell venni a kesztyűt, és védekezni kell? Mit kell csinálni? Van-e egy kis reménysugár ebben, hogy megtartsuk a magyarságunkat, az identitásunkat, a nemzeti önbecsülésünket? Az, hogy megőrizzük a nemzetű öntudatunkat, ez hozzátartozik az életünk értelméhez. Ez, és az, hogy hogy küzdjünk a jövőnkért, és mindent megtegyünk, ez hozzátartozik az, az, az emberi lény voltunkhoz. Úgyhogy ezt nem szabad föladni, mert az az ember voltunkat is föladnánk. Én azt gondolom, hogy a mai küzdelmek azok egy korszakvált, korszakváltást jelentenek. Egy olyan korszakban élünk, ahol számtalan sok jele van annak, hogy át kell gondolni az eddigi civilizációnak a menetét, a történelem menetét. mert Meg kell változtatni, mert a, a, a tovább, ha tovább megyünk ezen az úton, az fenntarthatatlanná válik. Tehát a, a környezet rombolás, a környezet pusztítás, de a társadalom, társadalom pusztítás és a társadalom belüli, a népeknek a, a, a lelki-szellemi egészségének és a fizika egészségének a rombolása olyan mérték, méreteket ő, ő ért el, hogy szükséges és törvényszerű, Sőt, ugye az ENSZ-ben 195 ország aláírta, hogy át kell térni a fenntartható fejlődés útjára, amit most próbálnak így úgy, amúgy úgy értelmezni, hogy ez is a népeknek a kárára történjen meg. De hogyha magunk előtt látjuk a, a, a természetnek és a világegyetemnek az alapvető törvényeit, akkor kiigazodhatunk ebben a dzsungelben, és akkor láthatjuk, hogy a ránk a felemelkedés vár, és az az ősműveltség, ami a magyar ősműveltség, Ö, ö, nek eljött az ideje, hogy ma újra felé legyen, mert egy olyan ős volt, ami ö, ö, életközpontú, közösségközpontú és természetközpontú. És ebben a korban a fenntartható fejlődésre áttérésben ehhez pontosan erre van szükség. Ezért a magyar, magyarság, a magyar népnek a műveltsége és történelme felértékelődik óhatatlanul. Azzal a szemléletváltással, amire minden nép rá van kényszerülve, hogyha fenn akar maradni. Attila István, köszönöm szépen ezt a mai beszélgetést, ezzel véget ért a bumerlázedel.